Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 11-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatóak az érmék, utalnak anyagi dolgokra, vagy a munkahelyére. De az érméknek más jelentése van, utal a belső értékekre is. Ez a fiatal férfi mutatja most az ő tartását, az ő gondolatait. Tehát mondhatjuk azt, hogy ő áll most itt a középpontban. A bal kezében ott van a mérleg. Megpróbálja kiegyensúlyozni a dolgokat. Számára fontos most a belső egyensúly is. Amit még ez a mérleg szimbolizál, az az igazság vagy az igazságtalanságok. Itt neki ezt most mérlegelni kell. A másik kezében ott vannak az érmék, és ebből ad valakinek túl sokat. Mások nem kapnak ebből semmit. Az jelentheti azt, hogy valami igazságtalanság történt nála, ez mutatja az igazságtalanságot. Az egyik túl sokat kap, a másik semmit, tehát nem igazságosan osztja el ezeket az érméket. Azt is jelentheti, hogy valaki kihasználja őt. Az érméknél nem csak pénzről van szó, hanem belső értékekről is. Hogy ő most odafigyel valamire vagy valakire, értékeli ezt a szemét, és másokra nem figyel oda. De miért van így? Mert ő nem biztos a saját értékében, és úgy gondolja, tartozik valakinek valamivel. Most megtekintjük az érzelmi világát. Ezen a képen látható egy fiatal fiú, az jelenti az újdonságokat. Mi új számára? Azt tartja a kezében. Itt értékekről van szó. Mivel ez befolyásolja az ő érzelmeit, én úgy mondanám, itt belső értékekről van szó, a saját értékeiről is. Ez neki olyan új, most megpróbál ezzel megismerkedni, úgy tartja a kezében, és felteszi a kérdést, mi ez? Ezt én még soha nem láttam, nem éreztem, de jó úton van, és itt érezhető lesz a föld eleme, a biztonság érzete. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Ezen a képen a nulla szám utal az ötletekre, a tervekre, de még nem a tettekre. Az lehet, hogy ő tervez valamit, vagy ti terveztek egy új kezdetet, de még nem tudjátok megvalósítani. Kell a bizalom, a lelkesedés, ez a könnyűség. Ez segít abban előrevinni a dolgokat. De ha ez a kép nem a könnyűségre utal, hanem a könnyelműségre, akkor előfordulhat az, hogy eljátszatok valamit. Nem lehet tudni, mi történik. Egy lépést előre, van még egy talaj az ő lába alatt, vagy a te lábad alatt, vagy nincs, és akkor zuhantok a mélybe. Tehát óvatosnak kell lenni, elgondolkozni azon, hogy tudnátok a terveiteket megvalósítani. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a négy levelű lóher szerencsét hoz. Az lehet egy nyeremény is. Ennek a kártyának van más jelentése is,
utal április hónapra, és az azt jelenteni, hogy most egy új kezdet, bizonytalan. De áprilistól lehet indítani. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy egy új kezdet a párkapcsolat területén. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. A héten van egy nőnapi kedvezmény, ahol a nőies energiát és a szerelmi ügyeket nézzük meg. Egy kilakásnál hozzájön asztrológia. Ez most fele áron 8500 forint helyett 4250. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!